olyan szándékkal valósuljon meg, amelyet e tisztelt ház tisztességes képviselői szándékolnak. A kormánynak sincs más dolga, mint hogy ezt a pénzt jól fordítsa az ország gyarapodására, hasznára, mindannyiunk, mind a 10 millió állampolgár hasznára. Veres képviselőtársamtól bocsásson meg, de nem személyeskedni akarok, és tényleg nem erről van szó, de ön nem sok mindent mondhat ebbe a házba. Ki is ment? Nem, fönt van a pulpituson. Szóval, ha megnézzük, hogy azok a közállapotok és közpénzügyekben mikor keletkeztek, az elmúlt 8 évben, az elmúlt 8 éves szocialista liberalista kormányzásában rengeteg anomália, és finoman fogalmaztam, keletkezett. Többek közt ebben ön is benne volt, úgyhogy ön jobb, hogyha ebben a kérdésben talán nem nyilatkozik meg a tisztelt ház előtt, mert minduntalan ingerel minket arra, hogy szembesítsük, pedig nem szeretjük az elmúlt 8 év problémáival. Mást kívántam mondani, de azt hiszem, hogy nem engedi meg a ház méltósága, hogy erről drasztikusabb kifejezést használjak. Viszont ebből a helyzetből ki kell lábalnunk, és ezért fontos ez a ma tárgyalt törvényjavaslat, és beszéltek önök sandaságról, meg Békés Csabáról, meg sok minden másról. A dolog lényege nem az, amit mondtak, mert az csak gáncsoskodás, hanem a dolog lényege az, hogy ebben az országban meg kell valósítani a rendszerváltást követően a normális, tisztességes, okos vagyongazdálkodást és közpénzgazdálkodást. Ennek pedig egy biztosítéka van a költségvetés törvényen felül, hogy ellenőrizzék is azt. Tudjuk, ha nincs ellenőrizve, akkor következmények nélkül az ország. Lehet tenni bármit büntetlenül. Na most erre ájt kell mondani. Milyen tisztelt hölgyeim, és az ország ájt mondott, hisz új parlamentet, új többséget és új kormányt választott. Úgy gondolom, hogy iszonyú munkánk van, és sokszor ezért sok mindennel bírálnak minket. Többek közt azzal, hogy rohamtempóba cselekszünk. Hölgyek, urak, amikor a ház ég, akkor nem azon kell vitatkozni, hogy mi keletkeztette, hanem sürgősen elkapta a tüzet. Ebben az országban rengeteg tűz él. Mondják meg őszintén, van ebben az országban valamely ellátás, valamely jogi keret, gondolok itt büntetőtörvénykönyvre és sok egyéb másra, nyugdíjra, szociális ellátás, ami rendben van. Hölgyek, urak, itt nem folyt az utóbbi időben alkalmazkodás az élet változásaihoz, hanem folytak a dolgok, ahogy folyhattak. Ez nem lehet így tovább, az élet örök alkalmazkodás, változtatás. Nem kell reformszavakat használni, hanem mindig igazítani kell az elvárásokhoz, a lehetőségekhez a jelen praxisunkat. És mindezt a praxist törvényesen, jól, okosan, bölcsen és a közjavára kell a házban megvalósítani. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, nehéz napok várnak ránk. A rendcsinálás az mindig konfliktusokkal jár. Megszokott, bebetonozott, vélt, helyes és okos érdekekkel szembe megy e változtatás. Igen, a változás sokszor érdeksérelemmel jár. De kérdés, hogy mi az ország érdeke? Me akarunk állni itt, vagy a szakadékba akarunk pottyanni, vagy jobban szeretnénk élni? Hölgyek, urak, az elmúlt 20 évnek is legnagyobb hibája az, hogy elvett az életünkből, az életünk minőségéből esélyeket és lehetőségeket. Az államadóság, ha okos célra költötték volna a hiteleket, nem lett volna gond, ha abból jobban élhettünk volna. De nem ez történt, hölgyek, urak. Úgyhogy ez is indokolja mindazt, amiről ma itt beszéltünk. Én nagyon hálás vagyok azokért az építő jellegű javaslatokért, amivel voltak minket, megtiszteltek minket, és amelyeket előterjesztettek, és oda fogok magam is személyesen figyelni azokra a módosító javaslatokra, amely a törvény esetleges félreérthetőségét, nem egyértelműségét veszélyeztetnék, mert szeretnénk, és ez őszinte szándékom, s ha hiszik, ha nem hiszik, az sem gond, de én tudom, hogy ezt szeretném. Jó törvényt szeretnénk alkotni. Ebben a házban nem lehet többet slendrián törvény. Nem lehet rossz törvény. A rossz törvények azok megadják a lehetőséget, a kiskaput, hogy emberek ezzel visszaélnek, saját hasznukra fordítsák. A közpénz nem arra való, hogy egyéni érdeket szolgáljon, hanem a közérdekét kell szolgálni. Az egyéni gyarapodásnak más eszköze van. Megmondom önöknek mi, a munka. Sokat kell dolgozni. És lesz az embernek terve, célja, és meg tudja valósítani.
De ha valaki a közből akarja megvalósítani álmát, az felejtse el. A köz pénze az csak kiegészíti a feltételeinket és lehetőségeinket. Sokszor generális lehetőségeinket egészíti ki, épp ezért nagyon fontos számunkra a közpénz felhasználása. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim, fontos törvény. Isten adja, hogy jót csináljunk, és utána pedig szövetkezzünk arra, hogy ezt a törvényt is, mint az alaptörvényt, tiszta szívvel, e nemzet, e haza felvilágoztatására, a körülmények javítására, a boldogabb életünk értelmében, érdekében alkossuk meg, és majd használjuk. Megtisztelő figyelmüket, hálásan köszönöm, alázatos szolgáljuk voltam. Két perces felszólásra következik Apáti István, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársam, mert így a végéhez közeledve szeretnék egy kis szint vinni a vitába, hogy pihenésképpen, lazításképpen nekem is lenne néhány javaslatom, mert látom, hogy önöket úgyse tudjuk meggyőzni semmiről. Ahogy Nyikos képviselőtársam elmondta, ez a döglött ló című törvényjavaslat az nincs értelme módosító javaslatokat benyújtani, mert a nullát akárhány módosító javaslattal szorozzuk, a végeredmény mindig nulla marad, tehát ezért nincs értelme erőlködnünk. Pusztán csak gondolatébresztőként, a jókedv, a humor jegyében két jószándékú javaslattal hadd éljek az önök irányába. Én szerintem néhány dolog kimaradt azért ebből a amúgy is alacsony színvonalú törvényjavaslatból. Például az, hogy a jelölés választás szabályinál véleményem szerint előremutató lenne. Belefoglalnánk a javaslatba, hogy ÁSZ elnökévé csak olyan személy jelölhető, illetőleg ÁSZ elnöké csak olyan személy választható meg, aki országgyűlési képviselőként felvett lakhatási támogatással határidőre jogszerűen teljes mértékben hiánytalanul el tudott számolni, ez az egyik. A másik a magam részéről is nem személyeskedés. Amit mondok, az az idők végezetéig valamennyi ÁSZ elnökre vonatkozik. Személy szerint rendkívül csalódott vagyok és méretetlenül elégedetlen az ÁSZ elnök juttatásainak körülbástyázásával. Szerintem nem állhatunk meg félúton, hogy egyszerűen örökölhetővé tesszük bizonyos típusú juttatását, a 12. szakasz 3. bekezdésére gondolok. Szerintem bele kellene azt is javaslatba, hogy a leszármazóknak a fogantatás pillanatától kezdve svájci betét jár. Hagyjanak ők is az országban, bármelyik irányban jó partit. Köszönöm. A következő felszólaló Dancsó József, a Fidesz képviselője. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Kicsit humorosra és komikusra sikerült a legutóbbi képviselő úr felszólalása. Úgy gondolom, hogy azért ez a törvény nem vetlenül kapta a sarkalatos törvények kategóriáját, tehát annál azért nagyobb komolyság illik hozzá. Az pedig, hogy nem érdemes hozzá benyújtani módosítójavaslatot, vagy ha nem gondolják, hogy ezt be kell nyújtani. Én például 25 módosítójavaslatot nyújtottam be az előbb, tehát én úgy gondolom, hogy érdemes és van mit adott esetben benyújtani, lehet mit benyújtani, tehát én erre biztatom önt is, képviselőtársam, hogy ne prejudikáljon, hanem akkor tessék dolgozni, és akkor benyújtani a módosítójavaslatot annak érdekében, hogy meg tudjuk vitatni majd a részletes vita során. Tehát én úgy gondolom, hogy könnyebb azt mondani, hogy nincs értelme, hogyha valóban nem nyújtanak be, akkor nincs miről majd a részletes vita során szót váltanunk. Tehát ez egyfajta könnyebb hozzáállás a dolgoknak, és még egyszer mondom, hogy úgy gondolom, hogy lehet ezt viccesnek is tekinteni, meg előadni, de mégiscsak az állami számvevőszékről szól ez a törvényjavaslat, mégiscsak egy közjogi, nagyon fontos intézmény rendszerről szól. Hallgatva tisztelt ellenzéknek a mai produktumát, illetve felszólalásait, én azt tapasztaltam, különösen az MSZP patsoraiból, hogy igyekeznek egyfajta víziónak ezt a sarkalatos törvényt megfeleltetni. Miről szól ez a vízió? Az elmúlt hónapokban gyakran hallottuk, egy túlhatalomra törekvő, arrogáns, minden ellenvéleményt háttérbe szorító pártképét igyekeztek fölvázolni, és valahogy ezt az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslatot is ebbe a vízióba bele súlykolni, bele gyömöszölni. Csak hát a mai vita során is kiderült, hogy ez nem sikerült, nem is sikerülhetett, hiszen egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy hogyan lehet rendet, fegyelmet
és takarékos, elszámolható közpénzügyeket teremteni Magyarországról. Erről szól ez a törvényjavaslat, erről kellett, hogy szóljon a mai vita, és én úgy érzem, hogy ennek e tekintetben meg is felelt. Mert hogyha azt nézzük, hogy a törvényjavaslat világosan és egyértelműen elmondta azt, hogy a takarékos gazdálkodás következményeiként hogyan és mi módon célszerű és kell az állami vagyonnal, illetve majd 2012 után a nemzeti vagyonnal gazdálkodni, hogyan kell a közpénzeket felhasználni, és hogyan kell ezt ellenőrizni. Én úgy gondolom, hogy világos és egyértelmű képet nyújt számunkra ez a benyújtott törvényjavaslat. Az pedig, hogy kellő jogosítványokat ad az állami számvevőszék elnökének, illetve apparátusának ez a javaslat. Én úgy gondolom, hogy ettől nem félni kell, hanem üdvözölni kell. Végre nem lesznek következmények nélküli tettek, nem lesz következmények nélküli kormányzás, nem lehet következmények nélkül közpénzeket elkölteni, szabálytalanul, hatékonytalanul, és még ki tudja milyen módon, legalábbis úgy, hogy ne lehessen ellenőrizni. Ez lehet, hogy fáj nagyon sok képviselőtársunknak. Megszoktak egyfajta rendszert és módszert, sajnos rossz hírem van az önök számára, mert ez meg fog változni. Ennek vége szakad. És úgy gondolom, hogy az ország lakosságának többsége, jelentős többsége ezt üdvözölni fogja. Még azok is, akik önökre szavaztak, hiszen ők is amellett tették le a voksukat, hogy az a felelőtlen közpénzekkel való gazdálkodás, az az elszámoltathatatlanság, az megszűnjön, és végre legyen egy olyan ellenőrző szervezet, amely kellő szigorral tud fellépni, és kellő hatáskörre is van ahhoz, hogy kikényszerítse azt, hogy együttműködjenek vele azok a szervezetek, azok a szervek, azok a személyek, akiknek ezt meg kell tenniük. Ezt úgy gondolom, hogy megint csak üdvözölni kell. Az pedig, hogy a szervezet világos és egyértelműen meghatározza azt, hogy hol van az elnök, az alelnök, a vezető munkatársak, a munkavállalóknak a szerepe, és milyen jogviszonyban vannak, milyen aláfelé rendeltségi viszonyban, milyen kinevezési lehetőségek vannak, milyen javadalmazás kell alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy ezt is üdvözölniük kell. Végre világos és egyértelmű viszonyok lesznek e tekintetben is. Tehát nem értem azokat a felvetéseket, amelyeket önök itt elmondottak ezzel szemben, mert úgy gondolom, hogy az az érdekünk, az az ország érdeke, és az önök érdeke is, hogy ezek a viszonyok végre a szervezeten belül és világos alá fölé rendeltségi viszonyok legyenek, világosan meg lehessen határozni azt, hogy ki miért felel, kit, hová és miért lehet elküldeni, kiküldeni, ellenőrizni helyszínen és helyszínen belül. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat ezt a célt rendkívül módon jól szolgálja, átlátható és világossá teszi. Azt pedig, amit ők elmondottak itt a elnök kapcsán, hogy mennyire országgyűlési képviselő, meg egyéb jelzőkkel illették, már bocsánat, egyrészt, hogy valaki országgyűlési képviselő volt, még úgy gondolom, hogy az nem egy negatív bélyeg. Talán ebben megegyezhetünk, hogy ezt nem úgy kellene használni, mert ez a politikai establishmentnek a lejáratása, hogyha saját képviselők erről szólnak. Másrésztről pedig, már bocsánat, az alelnök úr, akit én nagyon tisztelek tevékenysége kapcsán, ő pedig a másik padsorból, az MSZP padsorába jut. Akkor azzal is gond van. Az önkormányzatok területén és más területeken is úgy gondolom, hogy rendkívül komoly tapasztalatokra tett szert. Tehát én ebben nem látok semmiféle olyan kivetni valót, amelyeket önök próbálnak sugalni. Ráadásul épp tegnap az egyik televíziós műsorban is erről volt szó, és ott elismerte a tisztelt ellenzék, hogy semmi olyan kifogásuk, amelyet felvetettek eddig, nem tapasztaltak sem az elnök, sem az alelnök személyével, amit önök gondolnak, gondoltak, vagy próbálnak sugalmazni. Uram, majd a tettek alapján kell úgy gondolom ezt megítélni, és nem holmi víziók alapján, amelyeket szeretnek a közvéleménnyel velünk, vagy megpróbálnak elhitetni. Tehát azt mondom az önök számára, kedves képviselőtársaim, hogy bátran éljenek a módosító javaslatok benyújtásának lehetőségével. Senki nem tiltja meg ezt önöknek, miért is tiltanánk meg. Babák képviselő úr még azt is mondhatnám, hogy elintézte az elnök úrnál, az ülésvezető elnök úrnál, hogy egész nap, amíg zajlik a mai nap, addig be lehet nyújtani. Tehát ne féljenek ettől, mert ezeket a véleményeket lehet ütköztetni. Víziók ellen,
légből kapott mondatok ellen nem lehet vitatkozni, legalábbis nagyon nehéz. Mert én arról szerettek itt a parlamentben szólni, ami előttünk fekszik, ami itt van, amit mindenki meg tud ítélni. De véleményekről, meg elképzelésekről, amelyek nincsenek lefektetve írásban, nagyon nehéz. Ráadásul én azt mondom önök számára, hogy ez egy példaértékű törvényjavaslat, nem véletlenül az első a sarkalatos törvények közül, mert megmutatja azt, hogy hogyan állunk mi hozzá a kérdéshez, hogyan szeretnénk rendet, fegyelmet, elszámoltathatóságot és számon kérhetőséget az elkövetkezendőkben, a közpénzügyekben. Ehhez én kérem az önök segítségét és támogatását is, mert úgy gondolom, hogy ez nem a Fidesz érdeke, hanem közösen együtt erre kaptunk fölhatalmazást. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szólhattam. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Nyikos Lászlónak, a Jobbik képviselőjének 53 másodperces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Dancsó képviselő úr azon kormánypárti képviselőtársaim közé tartozik, akinek a szakértelmét, hozzáértését elismerem. Ezért aztán mondanám, hogy 67 módosító indítvány érkezett eddig a törvényjavaslathoz. Számomra ez azt bizonyítja, hogy ez egy élelhetetlen, kimunkálatlan törvényjavaslat, és ugye nem utolsó sorban Dancsó képviselő úr benyújtott egy 8 oldalas módosító indítványt. Hát kedves képviselő, ez az olyan jó törvény lenne, mint amilyennek önök állítják, akkor ő nem nyújt be 8 oldalas módosító indítványt. Hát legalább önt vonták volna be az előkészítésbe, engem nem vontak be, legalább önt vonták volna bele. És nem kell 8 oldalon leírni mindenféle okos dolgot. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, megkérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így megkérdezem az előterjesztőket, Kosztorús László képviselő urat, Kupcsok, igen, akkor Kupcsok Lajos képviselő úr lesz, aki az előterjesztők nevében válaszol a vitában elhangzottakra. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igyekszem a közel 6 órás vita után egy nagyon rövid összefoglalót mondani. A törvényjavaslat rendkívül nagy hangsúlyt helyez az állami számvevőszék függetlenségének biztosítására. Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert az állami számvevőszék csak az országgyűlés számára köteles beszámolni, csak az országgyűlés számára köteles a jelentéseit elkészíteni, és legfeljebb az országgyűlés részéről vonható valamilyen formában felelősségre. Az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat azzal garantálja az állami számvevőszék függetlenségét, hogy a kormánynak nincs módjában és lehetőségében az állami számvevőszék költségvetését csökkenteni, és ugyancsak nincs módjában és lehetőségében az állami számvevőszékre plusz feladatokat terhelni úgy, hogy azok költségvetési forrását nem biztosítja. Ez az állami számvevőszék hosszú távú függetlenségének egyik alapja. Az elfogadásra váró törvény alapvetően a jelenleg hatályos, az állami számvevőszékről szóló törvény szerkezetét és szabályozási elveit követi. A számvevőszék gazdasági függetlensége tekintetében a törvényjavaslat az állami számvevőszékről szóló jelenleg hatályos törvényhez hasonlóan rögzíti, hogy a számvevőszék a költségvetésére vonatkozó javaslatát maga állítja össze, azt a kormány változatlan formában köteles az országgyűlésnek benyújtani. E tekintetben az állami számvevőszékről szóló hatályos törvényhez képest a törvényjavaslat többletgaranciát is tartalmaz, mivel rögzíti, hogy a költségvetését úgy kell megállapítani a számvevőszéknek, hogy ez nem lehet kevesebb az előző év központi költségvetésében meghatározott összegnél. Az állami számvevőszék a törvényjavaslat szerinti ellenőrzést az elnöke által megállapított ellenőrzési terv alapján az országgyűlés döntésének megfelelően folytat, illetve a kormány felkérése alapján is lefolytathat. Emellett a NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, melynek Magyarország tagja, továbbá az országgyűlés vagy a kormány által vállalt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére ugyancsak ellenőrzés folytathat, valamint az ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet is elvégezheti, de mindez az állami számvevőszék ellenőrzési tervének teljesítését nem veszélyeztetheti.
Az állami számvevőszék felülvizsgálja a nemzeti vagyon kezelését is. Ennek keretében az állami tulajdonban vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték megőrző és vagyongyarapító tevékenységét. Az államháztartás körébe tartozó vagyon elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását. Ellenőrizheti továbbá az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását. Az állami számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszeréhez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, továbbá mindazoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, vagy a szerződés teljesítésében közreműködnek. A javaslat komplex célokat szolgál. A nemzeti vagyon kezelésének, védelmének, hasznosításának ellenőrzését, a közpénzek felhasználásának ellenőrzését. Tekintettel van a nemzeti költségvetési politikák rendező elveinek uniós szintű összehangolására. Az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat a komplex célokat úgy szolgálja, hogy az előterjesztés tartalma, a számvevőszék feladatköre, személyi feltételei, működési szabályai, garanciális előírásai alkalmasak a kitűzött célok teljesítésére. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy új típusú számvevőszéki szabályozással állunk ugyanakkor szemben. Ez erősíti az állami számvevőszék tanácsadó és segítő szerepét. Igen nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a megelőzésre. A hivatali típusú számvevőszéki modellt szeretnénk megvalósítani, amelyet több garancia segít támaszt alá. Ezek a garanciák azonban nem csak gazdaságiak, hanem működésbeliek is. Mindenképpen ki kell emelnünk, és az elhangzott fideszes képviselő társaim hozzászólásából, és néhány ellenzéki képviselő társam is említette, hogy Magyarországon megrendült a bizalom a közpénzek, a nemzeti vagyon kezelése és hasznosítása tekintetében. Nekünk feladatunk, és ennek a jogszabálynak is feladata, ennek a bizalomnak a helyreállítása. Enélkül nem lehet hiteles politikusokról, és nem lehet hiteles országgyűlési képviselőkről beszélni. A Gazdasági és Informatikai Bizottság nyújtja be az országgyűlésnek az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslatot, ami az új alaptörvényből következő első sarkalatos kettőharmados törvény lesz. Az új törvény jelzi, hogy Magyarország számára kiemelten fontos a közpénzek felhasználásának ellenőrzése, és az, hogy a következő években olyan költségvetési politika alakuljon ki, amely lehetővé teszi az ország vagyonának folyamatos növekedését és az államadóság csökkenését. Az új alaptörvény a közpénzügyek erőteljes rendbetételét tűzi ki céljául, ennek a célnak a teljesítéséhez nélkülözhetetlen az állami számvevőszék pozíciójának megerősítése. Tisztelettel köszönöm valamennyi képviselőtársam hozzászólását. Folytatjuk a bizottságokban a munkát. Tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot TPR 3197-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Répási Róbert közigazgatási és igazságügyi államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces felszólalási időkeretben. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, talán egy kisebb vitát kiváltó, de mégis nagy jelentőségű javaslatról szeretnék önöknek beszámolni. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, hölgyeim és uraim! Az utóbbi években a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló egységes európai igazságügyi térség fenntartásában és fejlődésében mérföldkőnek számító intézkedések születtek a határokon átnyúló hatású polgári ügyek területén. A tartási igényekkel, különösen a gyermektartással kapcsolatban azonban nem csak az Európai Unión belül, hanem nemzetközi viszonylatban is megfigyelhető az a törekvés,
hogy az egyes államok minél szélesebb körben nyújtsanak segítséget a jogosultak és kötelezettek részére erre kijelölt központi hatóságaik útján. A korunkra jellemző társadalmi mobilitás, a nemzetközi kapcsolatok folyamatos fejlődése következtében egyre több esetben csak úgy juthatnak az arra rászorulók az egzisztenciájukat jelentő járulékokhoz, ha más államban próbálnak meg igényt érvényesíteni. Nem véletlen ezért, tisztelt képviselőtársaim, az a fokozott Európai Uniós és nemzetközi figyelem, ami ezeket az eljárásokat övezi. Ezek tárgyát ugyanis legnagyobb részt olyan igények, követelések képezik, amelyek egy vagy több gyermek mindennapi megélhetését, korábbi életkörülményeinek fenntartását, megfelelő színvonalú felnevelését hivatottak biztosítani. A határok nélküli Európa eszméjéből megszületett egységes európai igazságügyi térség gondolata a határon átnyúló tartási ügyek vonatkozásában az elkövetkező hetekben valósul meg a gyakorlatban. A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009 LK rendelet ugyanis idén június rendeletet ugyanis idén június 18-ától kell alkalmazni. A rendelettel párhuzamosan az Európai Unió aktív részvételével került kidolgozásra a gyermektartás és a családi tartások egyik formájának nemzetközi behatározásáról szóló 2007-2023. Ezt a nemzetközi szint megjelen is valóvá tartó teszi, több rendőrtartal is eletérni és elérni kívánki cégsek küzdését. A hágmény egyez rágytárnyi hatája, elsősorban a 20-ban egy év 21 lúlián a gyermekek gyermekarták tartására, és a vagyis tartagállami megtáspít a felesára és emelé szára lesállítására, vagy megvetetik szünetre és illetve hatőleg az a hatálisok elsőmeré végre és tárgya hajlatására kérjét. Több hazánkból szempontból is kiemelkedő jutott helyzet létrehozta a létrehozásában, a hazaálló kemény szakmai emberek is dolgok vekik az elosztott készülők is jelent, és az Európa az Uniópai Ufisó kérében kellett, a magyar pedig önök se rendelje a végig alatt, a Varas Nagyborn és Tiszter úr miniszter alá írt, hogy ez az egyményt. Mind a egy hágmény, ez mind a mellett rendelője a fő célja, az állam, hogy az ugárompól minél sok minderűbb egyszerben, gyorsabb, gyors hatban és anyabb tékodjában tudás, perverenk vagy pedig kívülás tartányuk igényet, fényes érvényesítek. Elég követek besükelteni a hajtris, akkor ehhez ha az egységes szükséges estrás, például pert, végre végrehajtási hajtára eljárást, más államon állam el fog kellene jutatni. Ennek megvalóan megtársasít kérdában erőszemmel követ szerepel az egynak állam egyes államok ki, öt jelöl pont köztósi hatóisága, ország magyarok közigonakatás igazgató igazségügyi minőságú érjó misztérium, és vele, mivel egy ügyfe közkeletű hatpontságot tósít segítsel érgébezhet intézték tart a ügyetási küléket dönföld, illetve a illeföldi külfelelme kérk mezőre se megkelni nevések, és így helyese is, és a hatonti hatóságú közreművelésétén történik. A rend és a teletágai a hágyezvi egyetemény jelentmében a központi központoság hatóságok erről a területen latük ügykó kérfelekét felmegyni fogadva kell, elkállt kell a nyugéges szükségosztályásatással, segítséget kicsit úgy kell nyugtani jó külön, aki iramözők igatókások az olámerzi beszében, és lehúdít a forrábatásában gondos és gondi kell akkor a kérmeknek a külföldi külföldi központosára ható törtékhoz tovább jön a továbbításáról. Ezen elmenően túl köszönően a hatpontoság hatóságoknak. A külföldön külfelkező ércsoló hasonlás megkettetések ítélyesítési előmozdik el nyugítani. Részben a rész saján intáltkedésész kell, részben a rész illetlen az hatékosságok túlsikerek megsérsésével. Ez elgetett elengedetlen, hogy retenyezetesen gyors, bölcs és kötékonyik ha történjen mentényen a pont köztúlsági hatóadalági fellátók esetára. Ezt így emelő szemtva találja a szabad törvényzatos lanyavarat, központ a kötónti hatóság feladatását állítanak a rejét, annak a nemély szellem, hogy a bent fele az ügyfelek. A könyv minél egyszerűbben szerűbb lehető leszerénység szakolt a lakközhelyükkel közvetítés ügyeiség ötéken. A tényleg a törvény célislatja hallja, hogy a nátároló tárgyúlás tartapcsolja a kapcsolatos nemzet nem megállt közimadás alapodancsokban. Itt a EU, illetve Európai Jogi Jósimági Normában közt, aki hatontihágra osázza ruhát, illetve egy több összetebbé tett plét sok haladagű feladatot, egység egy eséges túl letiteljált elrendelás lesz illetve, közben a hatontiság hatóság körű társadalmának feladatainak adatajára kelljának sávval, már amint nevek szerközkek a hatontiag kapcsolatok együttaló ödés működésének a rész észleveit bájait csögzítve. Törvények a tört nagas rangsúlyt hangtett fektabá, tovább a kivereng megegyülimzés egyezőzés ösztöve és érvény. Most számére kitelem tépintes iktatán illetve az elvárás megelermező nőz, ez így vált medi
törvény a törzsadnyavatály hatája a rendelet rendelház és a egyezmű egy erintmény szélelti kint túlmeke kiúl délterd portája tagjek is úgy hozzá vonatkoban sár magors magyarokiság léke zamesült egyes mok állam fennözött fokáló viszontvágonosan alapja terezelőt kérdezetekre jelmes is tere így egy rendvezet rendezbály rokszatere hátszonat a vizsgényossághoz a illathoz. Már vét bár olyan a lehetők a jelhágzmény